tök jó ebben az egészben, hogy kiszámíthatatlan. Tehát, hogy nem tudod, hogy most azért már olyan borokat hozol, ami mondjuk neked tetszik, vagy olyan borokat hozol, amire azt gondolod, hogy akik itt lesznek, azoknak tetszik, hát fogalmas sincs, hogy kik lesznek itt, úgyhogy, és hogy nekik éppen mi tetszik, meg melyik, meg ugye, hogy másik mit hoz, az kiszámíthatatlan, szóval azt nem tudom. Igazából én ugyanúgy, mint múltkor, most is úgy készültem, hogy olyan inkább egy koncepciót hoztam, tehát hogy én mit gondolok, meg mit szeretnék megmutatni, meg nyilván az a legfontosabb, hogy olyan borokat hoztam, amik szerintem az adott kategóriában nagyon-nagyon magas szinten vannak, tehát hogy így, ahogy szokták mostanában, kimaxolva azt a határvonalat, ami az ármegkötés a versenyben, és hogy a közönségnek élmény legyen ezeket a borokat kóstolni, független attól, hogy egyébként tetszik vagy nem tetszik nekik, vagy hogy mi a végeredmény, de hogy így készültem. Ja, van egy stratégia, az látszik. Majd látszik a végén. Azon, hogy nagyon érdekes sort hoztam. Próbáltam arra ügyelni, hogy ne legyenek ilyen nagy eltolódások benne. Tehát szerintem egy viszonylag kiegyensúlyozott sort hoztam. Fontosnak tartottam azt, hogy olyan borok legyenek, amiket én kedvelek, szeretek. Nagyjából ez a kávárja pince repertoáriát is kicsit lefedi. És hát próbáltam figyelni arra, hogy nagy nevű ellenfelem Attilának a várhatóan külföldi boraival is fel tudják majd ezek a borok venni a versenyt. A borokban sokkal kiegyensúlyozottabb sorra számítok, és azt gondolom, hogy nagyon szoros lesz ez a ma este, ami várhatóan csak a végén fog elnőni. Abban biztos vagyok, hogy 10 nagyon jó bort fogunk kóstolni. Feltételezem, hogy fúrmintot csak én hoztam, de ez majd kiderül. És szerintem a fogyasztók nagyon jól fogják érezni magukat, mert tényleg azon, hogy nagyon erős sor lesz, láthatatlanban is. Thank you.